Ebben a filmben néhány magyar tudósról szeretnék beszélni, akik az informatika fejlődésében komoly szerepet játszottak. Nemes Tihamér lenne az első, 1895-től 1960-ig élt, és Nemes Tihamér, ő postamérnök volt eredendően, de feltaláló is. A hazai kibernetika akkor így nevezték ezt a tudományt, a hazai kibernetika egyik úttörőjének nevezhetjük. Dolgozott a Telefonhírmondónál, dolgozott a Beloyanis híradás technikai gyárban, és dolgozott a Magyar Televíziónál is, és a Kibernetikai Gépek című munkája egy könyv formájában az Akadémiai Kiadó kiadásában halála után 2 évvel 1962-ben jelent meg, és ez olyan sikeres volt ez a munkája, hogy 17 nyelvre lefordították. Nemes Tihamér tulajdonképpen az emberi gondolkodás és cselekvés megismerésére hozta létre a találmányait, sajátos szemszögből mérnöki módszerek segítségével közelíti meg ezt a problémát. Például van egy szabadalma a Színes Televízióval kapcsolatban, a Színes Televízióra vonatkozólag, és azt próbálja ezzel boncolgatni, hogy a gép és az emberi látás az mennyire közös. Kutatásainak eredménye még a beszédírógép, amit 1935-ben hoztak létre, a járógép. Ugye ez azért fontos, mert ha vannak emberalakú robotok, akkor azoknak a robotoknak tudni kell úgymond járni is, mint az embereknek. Illetve a sakkozógép, amelyik miatt a modernkori Kempelen farkasnak is nevezték Nemes Tihamért. A következő tudós Kalmár László, aki 1905 és 1976 között élt, matematika professzor, a Szegedi Tudományegyetemen alkotott, először mint tanársegéd, és végigjárva a Szamárlétrát, később tanszékvezető, majd az egyik tanszéki kutatócsoportnak a vezetője. Tulajdonképpen a formális logikából kiindulva dolgozott. Ugye a formális logika az sok egyetemen, főiskolán tantárgy, és erre felépítve lehet az emberi és a gépi gondolkodást összehangolni, összehasonlítani. Kalmár László tudományos kutatásainak egyik eredménye a Kalmár-féle logikai gép, amit 1958-ban hozott létre, a későbbiekben oktatási célt szolgált. A másik nagy találmánya a formula vezérlésű gép, amelyiknek csak a tervei készültek el. Tulajdonképpen ez azért lényeges, mert nagyon sokáig a tudósok, főleg ezekkel az írdatlan nagyméretű gépekkel csak úgy tudtak kommunikálni, hogy kódokat írtak be, és a Kalmár László volt az egyik, aki kísérletet tett arra, hogy valamiféle az emberi nyelvhez hasonló formulákkal vezérelhessék a számítógépet, és ugye ennek az egyik leghíresebb része a BASIC, amiről majd később szó lesz. És ők alkották meg a Szegedi Katica Bogár nevű szerkezetet is, amelyik az első kibernetikai gép volt. Ez a Szegedi Katica Bogár, azért egy ilyen fotót hoztam róla, hogy lehessen látni a méreteit. Ez tulajdonképpen az embernek a feltételes reflexeit szimulálja, képes helyzetváltoztatásra, aztán működik hangra, fényre, valamint érintésre is reagál ez a Szegedi Katica Bogárnak elnevezett kibernetikai gép. Kozma László lenne a következő tudósunk, 1902 és 1983 között élt. Ő
nagyon kalandos utat tett meg, külföldön és Magyarországon is dolgozott. Először a Bell telefontársaságnál dolgozott. Ugye látszik, hogy itt is szerepe van a telefonnak, mint az akkori korszak egyik modern eszközének, és automatikus telefonhálózatokat próbált kiépíteni, és itt nagy szerepe volt a jelfogóknak. És ezeket a jelfogókat alkalmazta később a számítógépeiben, és 1958-ban el is készítette munkatársaival együtt a Budapesti Műszaki Egyetemen az első magyar számítógépet. Ez is jelfogós rendszerű számítógép volt. 1938-ban kezdett foglalkozni olyan elektromechanikus számítógépek tervezésével, amelyek még decimális rendszerben dolgoztak. Négy alapművelet elvégzésére voltak alkalmazottak, csak nagyon lassúak voltak, és később készült egy olyan számológép, amely két érpáron és kapcsológépen keresztül működhethető volt, egy kis asztali készülékről, amely csupán billentyűzetet és egy morze szalagnyomtatót tartalmazott. A későbbiekben olyan 10 körüli szabadalma volt a professzor úrnak, Kozma Lászlónak, erről híresült el. A Magyar Tudományos Akadémia támogatásával 1958-ban készítette el az első automatikusan működő programozott számítógépét a Budapesti Műszaki Egyetemen, és ez a számítógép ez olyan 10 éven át szolgálta a tudományos kutatást. Na most mai észre, amikor számítógépekről beszélünk, akkor tulajdonképpen ezek a kis laptopok, meg az asztali gépek, meg ilyenek vannak a szemünk előtt. Itt meg kell azt jegyeznem, hogy ezek a gépek, ezek a Kozma László féle gépek is még ilyen egész termet betöltő gépek voltak, úgyhogy lelki szemeink előtt azért jó, ha ez jelenik meg, és nem pedig valami egyéb. Hát itt jön Neumann János, 1903-tól 1957-ig élt, aki talán világszínvonalon a legismertebb magyar tudós a számítástechnika vonatkozásában. Hát Neumann János tulajdonképpen csodagyerek volt. 1909 és 1913 között járt elemi iskolába, 1913-tól a Fasori Főgimnáziumban tanult, csodagyereknek tekintették tehát, és később megszerezte az ország legjobb matematikusa kitüntetést is, matematikus diákja kitüntetést, már mire leérettségizett, egy nagyon-nagyon jól képzett matematikusnak számított. Sajnos azonban a háború miatt, mivel zsidó származású volt, el kellett távoznia innen nem csak Magyarországról, még Európából is, és végül Amerikában terepedett le. A Princeton University meghívta vendégprofesszornak, és később is folyamatosan olyan problémákkal foglalkozott, amelyek a számítástechnika, informatika fejlődését szolgálták. 1945-től 1957-ig volt a Princetoni Egyetem elektronikus számítógép projekt igazgatója. Itt hozta létre azokat az elgondolásait, amelyeket Neumann elvekként ismerünk. Itt ki is emeltem, hogy mik ezek a Neumann elvek. Egyébként nagyon érdekes, hogy akkoriban több tudós foglalkozott a atombomba kifejlesztésével, mint tudjuk, az amerikaiak azok, akik leghamarabb le is dobtak, és mindmáig ők az egyedüliek, akik le is dobtak élő emberekre atombombát. És az egyik ilyen atomkutatóval találkozott egyszer Neumann egy pályaudvaron, és azért lényeges, hogy egy pályaudvaron, mert mivel ilyen fontos területeken dolgoztak, folyamatosan lehallgatták, megfigyelték őket, de ott a pályaudvaron nem tudták. És hát mondta ez az atomkutató neki, hogy hát jók ezek a számítógépek, csak
Hát bizonyos tekintetben lassúak, körülményesek, nem jól kezelhetőek. És tulajdonképpen akkor fogalmazta meg Neumann nagy vonalakba az elveit, amit aztán később rendesen ki is dolgozott, tehát ezek a következők, hogy legyen az a számítógép teljesen elektronikus, tehát ne legyenek benne mechanikus alkatrészek. Hogy kettes számrendszert alkalmazon, ne pedig decimálisan működjön, mint a Kozma László féle egyik gép is, hogy legyen benne aritmetikai egység, tehát hogy belső számoló egysége legyen, központi vezérlő egység is legyen benne, tehát CPU, és hogy belső program és adattárolás legyen lehető ezeken a számítógépeken. És hát 1945-ben elkészült az EDSAC, amiben szintén Neumann olyan módon szerepet játszott, hogy az ő elvei alapján építették meg angolok. Angolok egyébként azért is lényegesek ebben a történetben, mert a háború során ilyen számítógép segítségével megfejtették a német tenger alatt járó kódokat, és akkor onnantól kezdve a németek utánpótlását el tudták vágni, tudták a német tenger alatt járókat zavargatni, illetve hát volt információjuk arra, hogy milyen csapásokra készül ellenük a német hadvezetés. Sajnos, beszéltem az előbb, hogy az atomkutatás is érdekelte, belefolyt ebbe is Neumann, és ott rákbetegséget szerzett az atomkutatás során, és 1957-ben így rákban halt meg. Hát itt egy karikatúra látható, hogy Neumann János tulajdonképpen semmisítette a régi típusú számítógépeket, és egy új típusú számítógépet hozott létre. A legutolsó, akiről beszélni fogunk, 1926-tól 1992-ig élt Kemény János, tehát nem is olyan túl régen távozott el közülünk. Kemény János, Neumann János időosztásos rendszerén alapuló számítógép gyakorlati alkalmazásában végzett nagyon fontos munkát. Aztán Thomas Kurzzal kidolgozta a mai BASIC nyelvnek nevezett módszert. Tulajdonképpen arról van szó, hogy korábban csak kódokkal lehetett a számítógépeket programozni, de az ő rendszerük az képes volt arra, hogy bizonyos értelmes szavakat használjunk, és annak hatására működött a számítógép. A BASIC az egy angol mozaik szó, úgy alakult ki. Persze később ennek a BASIC-nek a világkarrierét a Microsoft cégen belül Bill Gates oldotta meg. Itt látható ezen a képen az előbb említett Thomas Kurzzal Kemény János, de Kemény János arról is megemlíthető, hogy benne volt a Einstein egyik kutatási csoportjában, és később pedig megfogalmazott ilyen elgondolásokat a jövőképpel kapcsolatban, illetve hát azt is meg lehet említeni ő róla, hogy tulajdonképpen a mostani e-maileknek a kiötlője, kitalálója, nem vagyunk benne biztosak, hogy egész pontosan csak az ő fejében fogalmazódott ez meg, de megoldotta azt, hogy a felesége, aki nagyjából 200 kilométerre volt tőle, a felesége számítógépével összekapcsolódott, és akkor ott elektronikus leveleken kommunikáltak, elektronikus leveleket küldözgettek egymásnak. Az 1980-as évek Amerikájának, hiszen az elején említettem, hogy 92-ben halt csak meg, legismertebb amerikai magyar tudósa volt, és New Hampshire-ben, Lebanonban következett be a halála 1992-ben. Ezek voltak azok a magyar tudósok, akik valamilyen módon, valamilyen mértékben szerintem hozzájárultak az informatika fejlődéséhez, ezért tartottam fontosnak, hogy beszéljek róluk is. Hát és fejezzük be akkor egy John von Neumann nevű
karikatúrával, ahol a Jövő múltja nevű vagy című könyvet olvassa Neumann János. És hát láthatjuk azt is, beszéltem róla nemrég, hogy itt nem a mostani típusú gépekről, hanem ilyenfajta számítógépekről kell beszélni, ilyenfajta gépeken oldották meg azokat a feladatokat, ezek a tudósok, amikről beszéltem. És ezzel megköszönöm a figyelmet, amit erre a kis filmecskére fordítottak.